Ijjés Gyula, megy az eke. Megy az eke, szaporodik a barázda, mintha egy nagy könyv íródnék olvasásra. Papírosa a határ, a tenger széles, a tolla meg a szegény öreg béres. Megy az eke, telik a könyv, sorról sorra. Én vagyok az egyedüli olvasója. Én tudom csak azt, mit jelent az, és mit ér. Először szánt a magáén, az a béres legény. Megy az eke, a felemás két tehénnel, mintha menne édesanya kisdedével. Elkerülik a páncélos roncsát bölcsen, legyen az a magyarázó könyv, kép a könyvben. Megy az eke, megy a magyar sorról sorra, lankadatlan, mintha puszta szerszám volna. Fogy az ugar, nő a szántás, telve terjed. Magyarország, így írják a történelmed. Ki az a kéz, ki az a nagy névtelen toll? Megvárom, még kifordul a mezsgyes horból. Hadd szorítsam a kezembe valahára, de meg sem áll, csak int, hogy még mi várja. Hol szőke szellő, lenge szellő, játszik a Tiszán. Ott él egy nép, legendák népe, ott az én hazám. Az ősi Kárpát őrzi álmát, ő csak a vezér. Ki csillagoknak égi útján vissza-visszatér. Jön szívünk várva várja, hogy felzeng a trombitája. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország, nagy világ. A zeng, a zene szó, látom ragyogó szép orcát. Változ paripákon tavaszállunk, az a hívő falon virág. Gyönyörű vagy Magyarország, gyönyörűbb, mint a nagy világ. A zeng, a zene szó, látom ragyogó szép orcát. Áltos karibákon tavasszal, tisztelt jelenlévők, kedves vendégek! Megköszönve Olasz Ákos szavalatát és Süi Károly művész úr egykori táncsis dolgozó csodálatos előadását, nagy tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm Önöket.
és kiemelten köszöntöm mindazokat, akik egykori mezőhéki Táncsis TS tagjai, alkalmazottai, dolgozói, vezetői voltak, hiszen a mai napon részükre szerveztük a Táncsis találkozót. Megható és öröm látni számomra, mezőhék polgármesteréként köszönteni a régi munkatársakat, hisz a nagybetűs életet 1985-ben első munkahelyemként én is itt, az országos hírű mezőhéki Táncsis MGTS-ben kezdtem. Dr. Pálfi Dezső akkori TS elnök hívására jöttem, és telepettem le Mezőhéken. Örömmel és külön tisztelettel köszöntöm őt körünkben, aki mindig új ötletekkel állt elő, alkotni vágyott, alkotott és alkot. A mai nap fő eseményének, a Táncsis emlékoszlop avatása, elkészítése gondolatának magvát is ő hintette el néhányunk között. A mag termékeny talajra talált, a felvetését tovább gondolva a termelési nagydíjjal kitüntetett mezőhéki Táncsis MGTS és az abban valaha dolgozók emlékét az utókornak megőrzendő szándékkal ezen műalkotás elkészítését kezdeményezte és támogatta még Gyulai Lajos és dr. Draskovics Dénes egykori elnök helyettesek. Szeretettel köszöntöm őket. Táncsis baráti kör néven elképzelésünk megvalósításához sok anyagi támogatóra akadtunk. Külön tisztelettel köszöntöm őket is, például Nagy Frigyes egykori TS elnök urat, Popovics Béra egykori háztáji ágazatvezetőt. Reméljük, még többen is fognak támogatni, hogy a későbbiekben a szövetkezet történetét egy kiadványban megjelentethessük. Milyen érdekes lenne összegyűjteni és felsorolni, hogy a nagymúltú Táncsis szövetkezet egykori dolgozója volt a környező települések polgármesterei közül jó néhány. Molnár Bálint Öcsöd, Páncél Ferenc Szelevény, Kis Gábor Mesterszállás, Pap János Rákócújfalu és a már említett dr. Daskovics Dénes Mezőtúl polgármestere. Kedves polgármestertársak, tisztelettel köszöntelek benneteket is, és köszöntöm Martfi város polgármesterét, Pap Antalt. Sajnos már nem lehet közöttünk Halász Vince Mezőhék polgármestere, csak az özvegye Marika. Kérem, hogy Halász Vince és valamennyi egykori Táncsis dolgozó, alkalmazott, szövetkezeti tag, akik már nem lehetnek közöttünk emlékének tiszteletére, néhány másodperces néma főhajtással emlékezzünk. A Mezőhéki Táncsis Mezőgazdasági Termelőszövetkezet és az abban valaha dolgozók emlékét megőrző, a szövetkezeti jól szervezett, a dolgozóknak jelentős jövedelmet biztosító háztáji gazdálkodás, a mezőgazdaság, az élelmiszertermelés fontosságát, a termőföld becsületét is hirdető emlékoszlop elkészítésével neves szobrászművést, Gyurcsek Ferencet bíztuk meg, akit szintén tisztelettel köszöntök körünkben. Mielőtt átadnám a szót dr. Pálfi Dezsőnek és Gyurcsek Ferencnek, hogy röviden ismertessék az egykori termelőszövetkezet eredményeit, és annak emlékét megőrző művet bemutassák, kérem fogadják szeretettel a legifjabbak köszöntőjét. Nagy Zalán és Iván Vanda mezőhéki óvodások, valamint Olasz Ákos szavalatát, a gyermekek és a fiatalember szülei, nagyszülei is valamikor a szövetkezet dolgozói voltak. Egy szem búza, vas eker, tenger búza szár, traktor muzsikál. Most pedig felkérem dr. Pálfi Dezsőt, hogy röviden méltassa a termelőszövetkezet eredményeit. Adjon Isten jó napot! Erőt egészsége is! Hát, egy éven belül kétszer is olyan helyzetbe kerültem, hogy a sorsom eldobott, és visszajöttem. Hát most ez a sors, ez úgy dobott vissza, hogy örömmel jöttem ide, hogy kérem szépen, ez az ünneplő közönség, aki ide eljött, ez nagyon jól tette, hogy eljött ide. Tulajdonképpen ez a Mezőhéki Táncsis TS, ez nem egy akármilyen gyülekezet.
és ez a kis oszlop megmarad az utókornak, és nagyon-nagyon fogja hirdetni, hogy itt az Altföld közepén, mert ugye később alakult a község is, hát ugye a Tanyáról, a Kóródi Feriék, meg ezek összefogtak, és így lett belőle község. És kimerem jelenteni, hogy aki a magyar mezőgazdaság történetével foglalkozik, nem tudja kikerülni Mezőjég Táncsics T.S.-nek a nevét. A Mezőjég Táncsics T.S. kérem szépen több dologba országosan kezdeményező volt. Talán mindjárt megmondom azt, mert ez a 80-as évek legelején kezdődött az, hogy a FAO-tól egy ilyen küldöttség jött hozzánk, fogadni kellett őket ilyen pihenő napjuknak a kitöltése miatt, és a lényegét mondom, ezek a olyan 22 tagú ez a FAO, még a, csak mint érdekességet megmondom, még a Vatikánnak is van benne delegációja, és ezek engem, kérem szépen, a végén felelősségre vontak, hogy nem igazat mondtam nekik. Mert azért jöttek ide, hogy megnézik a TSZ-t, és akkor hát nézik. És mondom a bevezetőnél, mondom nekik, hogy ne lepődjenek meg, ha majd látnak liba telepeket is, elég sok liba van. Az ország egyik legnagyobb liba tartói vagyunk, lúgtenyésztőik vagyunk. A végén, a vacsora előtt megszólalt az egyik delegáció, azt mondja, hogy nem mondtam igazat, mondom mennyibe. Azt mondja, most jöttünk Kanadából, azelőtt voltunk Bulgáriában, azelőtt voltunk Izraelben. Azt mondja, ennyi libát a világon nem láttunk. Voltak ott újságírók, mondom nekik, na, újságíró elvtársak, akkor ugye azokat így kellett szólítani, ők engem még akkor már úrnak szólítottak. Mondom, tessék ennek utána nézni. Ha ez így van, akkor ezt kőbe kell vésni, és utána néztünk is, kőbe lett vésve a Néplapon, az újságokon keresztül. Tisztelt ünneplők, az első dolog az, a világ legnagyobb lúgtenyésztője volt akkor a Mezőjégi Táncsics T.S. Tehát világbajnokság, amiért az ünnepségre itt lehetőség van, hát azért azt kérem szépen meg kell említeni, hogy mi elsősorban szántóvető emberek vagyunk. És kérem szépen, az én nevem mellé már odaírták ezt, hogy a gyárépítő. Ezzel kapcsolatban egy évvel ezelőtt nagy ünnepséget tartottak, egy 50 perces filmet is csináltak rólam. Mert kérem szépen, akkor olyan helyzet volt az országban, hogy nem lehetett sört se kapni. És 1981-ben olyan helyzet volt, hogy bele kellett avatkozni. Igaz, hogy 4 évig készült a dolog, de 4 éven belül megépítettük az első magyar szövetkezeti sörgyárat. És nagyon nagy köszönet a még élő és a már nem élő tagságnak, hogy ezt megengedte nekem kezdeményezni, mert én az, igaz, hogy én kezdeményeztem, de ezt a kezdeményezést mindig előtte lemértem az emberek hangulatát, és azt mondták, hogy meg lehet csinálni. Megépítettük az első magyar szövetkezeti sörgyárat. Ennek a sörgyárnak a legnagyobb haszonélvezője lett nem a Mezőjégi Táncsics T.S., hanem a Martfűi önkormányzat, és ezt nem irigységből mondom, hála Isten, mert hát úgy adódott a dolog, hogy ők kapják ezt a iparűzési adót is, gondolom, hogy egy pár forint ma összegyűlt nekik. Hát kérem szépen, ennyit erről. Na mostan, hogy nekem a lelkemre kötötte az Ágnes, akire büszke vagyok, mert én az Ágnest azért hoztam ide, ebbe a Mezőjégi Táncsics T.S.-be, mert én a Debreceni Agrár Egyetemen, az Államvizsga Bizottságban, amíg ilyen T.S. minőségben voltam, addig mindig meghívtak is, és azt mondtam ott az állattenyésztés professzorának, hogy ajánljon nekünk valakit, aki ebben lúgtenyésztési ügyben, mert hát már akkor a világ színvonalán voltunk, tudna segíteni és át tudná venni a dolgot. Azt mondta, neki van egy lúgtelep kutatója, és úgy hívják, hogy Fórizs Ágnes. Megkerestem az Ágnest, és mondtam neki, hogy kislányom, gyere el ide Mezőjégi Táncsicsba, és legyél itt. És itt kezdte a dolgot. És azóta a végén
kikötött a falu első embereként, mert és nagy örömmel ezt már korábban megünnepeltük, polgármester asszonynak. A Mezőhék neve, mert én mindig azzal kezdem, hogy a Mezőhék Táncsis T.S. nyugdíjas elnöke vagyok. Szóval így kezdem. Hát nem tagadom, én adom tovább. Ezt az oszlopot is elkezdtük, és akit már az Ági elmondta, akik ebbe belesegítettek, nagyon köszönöm, és lesz feladatunk, barátaim, a továbbiakban még, ami lesz, ha eldöntjük ezt a cukorgyárat, azt is meg kell csinálni. Köszönöm a türelmet, hogy meghallgattak. Isten áldjon bennünket! Köszönjük szépen dr. Pálffy Dezső biztató szavait, reméljük, hogy a cukorgyár avatásán majd találkozunk még. Mielőtt felkérném Gyurcsek Ferenc szobrászművész urat, hogy az alkotását bemutassa nekünk, megkérném Olasz Ákost, hogy akkor a szavalatát szavalja el a verset. Tóth Árpád, fénylő búzaföldek között. Ha olykor lassú esti sétán, az országút merengve páros sor jegenyéjét messze járom, s mögöttem elmarad a város, megállít a nagy búzaföldek ragyogása az esti napban. Nyújtózkodnak a sárga táblák, fénylőn, komoran, mozdulatlan. Valahonnan az erdő szélről viszkető kis szelek sziszegnek, de keleti ős lustasággal a nagy táblák alig remegnek. Alszik a sűrű jó magyar föld, s oly különös, ahogy mogorván sütteti sok busakalászát, mint sörényét egy vén oroszlán, mely ide tévedt Európa hegyei s tengerei közé, s vadásznak rája ezer éves, ezer tőr és háló kötözné, és már nem bánja. Elcsigázott, remek teste, elnyúlt a napban. Már néki mindegy, várja sorsát, fénylőn, komoran, mozdulatlan. Vagy tán egy bősz ugrásra vár még, s kalász villantó esti tűzben nagy ősdühét forralja, lassan, félelmesen és egyszerűen, s talpa nagyságos ütése végigrendül Európa hosszán, mielőtt elalunna végképp az Ázsiából jött oroszlán. Ki tudja, ó te furcsa, drága, vad búval és bővérrel ázott komor magyar föld, csöndes este megsimítom fénylő kalászod. Lásd engem, kócos bús jobbágyok sarját, rég megtett gyermekének a finom és csábító nyugat, de láttodra egy-egy régi ének, valami kancatejszagú dal, lelkem őspusztáiból följön, jajgat a nap húnyó fényén, és meghal az esti búzaföldön. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem kell sokat magyaráznom, hogy mit ábrázol a kompozícióm. Inkább az előzményekről mondanék néhány szót, hogy mikor megkaptam ezt a tényleg megtisztelő feladatot, hogy csináljak egy emléket a TS-nek, ez rendben van. Akkor elindult az agyam a szokásos pályán, de aztán megtudtam, hogy ábrázolni kell csirkét, tojást, libát, kukoricát, tehenet, disznót, sőt, szállított petrezselymet is, na akkor már kicsit föl volt adva a lecke, mert nagyjából mindent el tudtam képzelni formailag, de a szállított petrezselymet nem tudtam megmondani őszintén mit kezdeni. Gondoltam, hogy csinálok egy ládát, és ráírom, hogy szállított petrezselyem, de hát ez túl olcsó megoldás lett volna. Tehát ezt kihagytam. Tulajdonképpen egyértelmű volt, hogy ragaszkodnom kell egy reális ábrázoláshoz, és nem azért, mert hogy én nem tartanám elég intellektuálisnak a befogadó közönséget, hanem egyszerűen ez
a feladathoz ez a forma, mert megoldás kínálkozott. Tudtam, hogy szabadtéren fog állni, és az anyagot ez behatárolja. Például bronzról nem lehetett szó, egyrészt mert nagyon drága, másrészt a bronz fogyóeszköz, gyűjtik, fölaprítják, és nem maradna sokáig nyílt téren meg. Tehát a kőre gondoltam, az pedig megszabja a formát. Domborműveken ábrázoltam a különböző területét a mezőgazdaságnak, a termékeket. A domborműről csak annyit mondanék el, hogy az egy olyan szobrászi megoldás, amikor síkból emelkedik ki a plasztika. Most többfajta dombormű van, van magas dombormű, ezt ismerik képekről, mondjuk a Fédiász által tervezett Akropolis, az görög szobrászatban, ott magas fény viszonyok mellett magas plasztika van, de ha megnézik, azok is letörtek már, szinte egyik mindegyik darabokban van. Tehát úgy döntöttem, hogy egyik legősibb komponási formát a egyiptomi domborművekhez térek vissza, ezt lapos domborműnek, reliefnek hívják, aminek az a lényege, hogy egy síkban van a legmagasabb pontja a háttérrel, csak vissza van metszve, és az emeli ki a plasztikát. Ezt láttam célszerűnek, és szerintem ez jó megoldás volt. Hát tulajdonképpen csak ennyit akartam elmondani erről. Megtisztelő volt a feladat, és nagy lelkesedéssel csináltam, bár meg kell mondanom, hogy idő rendkívül rövid volt, és ez egyfajta egyéni csúcs. Tehát kérem, fogadják szeretettel, és lehetőleg becsüljék meg, ne hagyják összefirkálni, vagy dekorálni. Számüzött ki vándorol a sűrű éjjen át, ott fürgetek bennem lelé vezérlő csillagát. Az ember szív is úgy bolyog, oly árván egyedül, úgy tépik inn az orgár, mint az önvád, mint egy nagy érzés éltetett, sok gond és gyász alatt, hogy szent hazám és hős nevem szemlőtlen megmaradt. Most mind a kettő orvosra vár, s így